Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Projekttag: Schüler haben für die Nationalitätenwahl geübt. Interaktive Ausstellung und Lehrpfad: Neues Schwäbisches Haus in Save eingeweiht. Theatertreffen: Nationalitätentheater gaben einander Rendezvous in Budapest. Start in den Frühling in Kassa. Entwicklungen wurden geschildert und neue Möglichkeiten vorgestellt im Deutschclub. Im Ungarn-Deutschen Bildungszentrum von Bayer wurde ein Projekttag mit dem Ziel veranstaltet, dass die Schüler in simulierter Form erlernen, wie sie als Bürger einer Nationalität am ungarischen Wahlprozess teilnehmen können. Während der ganztätigen Veranstaltung haben die Schüler Parteien gegründet, Kampagnenreden vorbereitet, Plakate gedrückt und ihre Mitschüler agitiert, die Stimmen auf ihre Partei abzugeben. Am Ende des Tages wurde der Sieger der Wahlkampagne durch Abstimmung ausgerufen. Baján a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában két évente választási projektnapot tartanak, amelyen az oktatási intézmény 11 és 12. osztályos tanulói vesznek részt. A projektnap célja megmutatni a diákoknak, hogy nemzetiségi polgárként hogyan tudnak részt venni a magyar választási folyamatban. A mai nap egy projektnapunk van, amely folyamán a nemzetiségi választásokat próbáljuk szimulálni. Tehát egy szimuláció, megmutatjuk azt, hogy hogyan, milyen módon folynak a nemzetiségi választások, illetve nemzetiségi polgárként hogyan lehet részt venni a magyar választási folyamatban. Vonatkozik ez a parlamenti választásokra, illetve a helyhatósági választásokra is. A nap folyamán a 11 és 12-es tanulóink vesznek ezen részt. Véletlen alapon 8 szervezetbe, 8 csoportba osztottuk őket, és az ő feladatuk, hogy egy választási programot állítsanak össze német nemzetiségi szempontból. Tehát hogyan lehet a nyelvet, a kultúrát, az identitást megőrizni, ehhez fiatalok körében milyen programokat kellene összeállítani, vagy milyen programokat lehet összeállítani. Minden csoport, ezek ilyen 20-25 fős csoportok állítanak egy jelöltet, megírják a programjukat, plakátot, választási plakátot készítenek, szórólapokat készítenek, és a nap egyik fénypontja, hogy itt majd nem sokára most az aulában egy úgynevezett választási gyűlést tartunk, nevezzük így, és a 8 jelölt elmondja, előadja a programját. Ez természetesen német nyelven folyik, hiszen az egyik célunk az is, hogy a nyelv ápolása. Fontosnak tartjuk azt, hogy ha nemzetiségi témában gondolkodunk, ugye mi egy nemzetiségi intézmény vagyunk, ahol a német nyelv mellett ugye népismeretet is tanítunk, amelynek ez témája is, tehát a népismeretnek. Tehát, hogy a nemzetiségi témák nem csak a dal, a kultúra, a tánc, a hagyományok, nem csak ezt értjük alatta, hanem fontosnak tartjuk azt, hogy megmutassuk a diákok számára, hogy hogyan vehetnek részt általában a magyar társadalmi politikai életben nemzetiségi polgárként is. Hosszú távon természetesen azt szeretnénk, hogy aki egy nemzetiségi közösségnek a szerves része, tehát egy magyarországi német faluból jön, és esetleg majd szerepet is játszon ennek a nemzetiségnek az életében, akár úgy is, hogy egy helyi önkormányzati képviselő lesz majd. Az iskola részt vesz a Vitázik a világ ifjúság programban, amelyben az egyes pártok jelöltjei már tapasztalatokat szereztek arról, hogy hogyan tartsanak meg egy beszédet. Ja, an unserem heutigen Tag hatten wir ein Tag der Politik, in dem wir uns mit Politik beschäftigt haben und eine Partei gegründet haben. Unser Partei hieß
Neuschwaben, indem wir revolutionäre Ideen über die Jugendlichen, die schwäbischen Jugendlichen geteilt haben. In meiner Rede habe ich die drei Punkte unseres Kampagnens veröffentlicht, indem wir gesagt haben, dass wir eine Klassenfahrt nach Ulm machen wollen, weil in unserer Schule kaum eine Möglichkeit gibt, Klassenfahrten zu machen. Daneben haben wir auch darüber gesprochen, dass wir schwäbische Gerichte an der Mensa essen sollten. Und hier hatten wir es wichtig, dass die Schüler praktische Kenntnisse in der Schule bekommen werden. Deshalb haben wir entschieden, ein Schüler-Startup zu gründen. Und diesem Schüler-Startup können die Schüler beteiligen und als Mitschüler arbeiten. Und diese waren die drei Punkte, die ich in meinem Rede gesagt habe. Ich wurde als Redner unserer Partei gewählt, weil ich Erfahrungen im Bereich von Debattieren habe, auch in der AG der Schule. Und hatte ich auch verschiedene Ergebnisse in diesem Feld. Und deshalb haben sie so entschieden, dass ich Redner unserer Partei werde. Hát nekünk az egész kampány arra épült három ígére, ugye? Hogy tanulni, átélni és élvezni. E köré építettük úgymond az egész tevékenységet, amit kitaláltunk, és nagyon jó volt együtt dolgozni a többiekkel, és végül én rám jutott a választás, hogy én legyek a jelölt a mi pártunkba. Hát ugye tanulni ott gondoltunk a kultúrára, maga az egész sváb szokásokra, meg mindenre, hogy azt megtanulni és továbbvinni, hogy ne halljon ki, és ezért gondoltunk különböző programokat, ilyen esteket, olvasó esteket, sváb költőktől, szintén ilyen népmeséket, és még gondoltunk ugye színházat, sváb német színházat, ahol sváb származású színésznők játszanának és színészek. Mivel a projektnapon folyó munka egészen másfajta tanulási módszer, a szervezők azt remélik, hogy jó eredményt hoz, és mélyebben meg is marad a fiatalokban. Das neue Schwäbische Haus in Sauer wurde eingeweiht. Im Rahmen der Investition, die aus Regierungsförderung und eigener Kraft verwirklicht wurde, entstanden eine interaktive Ausstellung und auch ein Lehrpfad. Die Hälfte der Bevölkerung in der 800 Einwohner zählenden Siedlung hat deutsche Vorfahren. A Schwab-ház Székely-Szabar központjában található. A helyi német önkormányzat 3,6 millió forintért vásárolta meg az ingatlant, mely a korra jellemző hosszú ház, nagy kapu bejáróval, az utcai részén több szobával. A kor szokásainak megfelelően a gazdasági épületek a lakóterület meghosszabbításaként kaptak helyet. Az épület helyiségeiben igényesen kiállított bútorok, használati eszközök, ruhák a székely-szabari németség életét mutatják. Be. Március utolsó hétvégére az interaktív kiállítás és a tanösvény is elkészült. Az átadón Ritter Imre, a Magyar Országgyűlés német nemzetiségi képviselője mondott beszédet. Előzetés, elhurcolás, ez a két szó a magyarországi németségnek két szörnyű tragédiája, és az elmúlt 20 évnek a rendezvényeink, emléknapjaink jelentős része érthetően erről szólt, és erről meg is kell mindig emlékezzünk a jövőben is, és nagyon fontos, hogy erről mindenki tudjon. Mégis én nagyon örültem annak, hogy idén januárban Bonyhádon a kormányzati megemlékezés után mindjárt kocsival mentünk föl Budapestre, és Sashalmon a magyarországi németség 1000 éves történetét bemutató hadstációból álló nagy kiállításnak az első stációja került felszentelésre és felállításra. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak és ne döntően a tragédiáinkról beszéljünk, hanem arról, hogy a magyarországi németség nem is a 300 évben, hanem az elmúlt 1000 évben mit adott Magyarországnak, a mindenkori Magyarországnak, magyaroknak és Magyarországnak, milyen fontos szerepet játszott a magyarországi németség Magyarország történetében. Nagyon fontos, hogy ezt megismerjék az emberek, megismerjék a gyerekeink, unokáink is, hogy van kikre
büszkék legyünk, van kikre emlékezzünk, és hogy van kikhez méltók legyünk. Ezért örültem annak is, hogy most ezen a tájház avatón, már nem tudom, hanyadik avatóján, mert mindig bővül, itt lehetünk, ahogy ahol egy közösségnek adunk otthont, egy összetartó közösségnek, mi csak a pénzt és a lehetőséget tudjuk biztosítani, de a munka az mindig itt marad. Azt mindig itt kell beletenni, és ahhoz mindig kell nagyon sok ember, aki összefog, aki ezt megcsinálja, mert én tudom erről az oldalról is, hiszen Budaörsön tettem eleget ezért, hogy mit jelent ezeket a pályázatokat megcsinálni, elszámolni, a munkát minden szempontból megszervezni, az embereket összehozni, a nehézségek közben kitartani, és ehhez mindig kell egy közösség, amelyik ezt meg tudja csinálni. A Schwab-ház interaktív kiállítással várja az érdeklődőket, valamint az udvaron létesített tanösvény fontos ismeretanyagot kínál az ide látogatóknak. Vom Hauptstädtischen Nationaltheater wurde das Treffen der Nationalitätentheater beherbergt, auf dem auch die Sechser der Deutsche Bühne auftrat. Laut dem Vorsitzenden des Ungarischen Nationalitätentheaterverbandes, András Csaston, ist dieses Treffen ein fachliches Forum, das den Ensemble hilft, einerseits ihre eigene Entwicklung zu messen, andererseits sichert eine Begegnungsmöglichkeit für diese spezielle Theaterbranche. Überdies trägt es im großen Maße zur Förderung des Sprachenlernens bei. A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség szervezésében találkoztak az országban működő nemzetiségi színházi világképviselői a Jelenlét Fesztiválon, a Magyarországi Nemzetiségi Színjátszás seregszemléjén. A fesztivál kiváló lehetőség arra, hogy a nemzetiségi színházak képviselői megmutatkozhassanak a nagyközönség és a szakma előtt. A rendezvény célja, hogy ösztönözze, támogassa és fejleszte a magyarországi nemzetiségek anyanyelvű színjátszását, elősegítse kapcsolataik építését egymás között, a magyar színházi szakmával és nemzetközi téren egyaránt. A fesztivál egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy a nemzetiségi színjátszás a nemzetiségi közönségen túl a nagyobb nyilvánosság előtt is bemutatkozzon. Olyan 27-28 évvel ezelőtt olyan színművészek, akik már akkor is nem csak magyar színházakban, hanem saját nemzetiségi nyelvén szerepeltek, Jónás Judit például, vagy Rusz Milán, ők úgy gondolták, hogy ezt nem csak a saját közönségüknek kéne megmutatni, hanem esetleg a roma kultúrát, a szerb, vagy a horvát kultúrát, akkor még szerb-horvát kultúrát a magyar ajkú közönségnek is. Több napos, vagy akár egy hetes találkozót szerveztünk, szerveztek azok a színházak, akik megpróbáltak nemzetiségi nyelven is dolgozni. Mára ott tartunk, hogy 15-16 nemzetiségi nyelven játszó színház tartozik a Nemzetiségi Színházi Szövetséghez. És hát természetesen az, hogy itt vannak-e a Jelenlét Fesztiválon, az függ attól is, hogy éppen az adott időszakban van-e új bemutatásra váró nemzetiségi nyelvű produkciójuk. 14 színházi produkció most is itt van, és nézheti elsősorban mindenkinek a saját közönsége, de hát jó néhány olyan produkciót tényleg úgy hirdetünk, hogy ezt akár a budapesti magyar közönség is megnézheti, láthatja, vagy azért, mert feliratozott, vagy azért, mert nehogy Isten az anyaország kortárs drámáját hozzuk, vagy valamelyik kortárs írónak a művét dolgozzuk fel és mutatjuk be magyarul. A résztvevők között van minden esztendőben a Szekszárdi Német Színház társulata is. Az idei évben a társulat egy monodrámával adott hírt magáról, ami a családon belüli erőszak témáját dolgozza fel. Egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és úgy éreztem, hogy ez egy fesztiválnak a millióihez is illik.
Nem emiatt készült ez az előadás, tehát az előadásunk ez a repertoáron van, és a repertoárunkból ezt választottam most, de a fél évvel ezelőtt volt az utolsó jelenlét fesztivál, mert tavaly évben nem tavasszal, hanem ősszel volt, és akkor például a Kis Herceget hoztuk. És két előadást is játszottunk, arra gondolván, hogy jönnek a középiskolából, és arra is gondolván, hogy jönnek felnőttek is, esetleg gyerekeikkel, unokáikkal, mert a Kis Herceg mindenkit megszólít. Most pedig kifejezetten arra gondoltam, hogy most kevesebb volt, kisebb előadásszámban tudunk most föllépni, és nagyon rövid volt szeptember óta márciusig az idő, és arra gondoltam, hogy ez egy jó réteg darab. És nagyon erős egyébként, tehát egy jól élettani dráma. Annyiban egy kicsit más ez a fesztivál, mint hogy sokszor gondoljuk, hogy egy fesztiválon mindenki találkozik, együtt van, hogy amiatt, hogy mi vidéken vagyunk, amiatt nem tudunk itt lenni egész héten, mert közben folynak a többi előadásaink. Tehát nagyon jó az, hogy azokon a napokon, amikor itt vagyok, mondjuk én, hogy meg tudok nézni más előadást és a másik nemzetiségi színháznak az előadásait. Ezt sajnos társulati szinten nem tudjuk most így ebben a formában kivitelezni, de az is egy nagyon jó tanulás lenne, ami mind találkozhatnánk. És ez a budapestieknek egy kicsit könnyebb, mert ők találkoznak. Mi meg egy picit ebből így ebből a szempontból periférián vagyunk. Más szempontból nem, mert nekünk nagyon nagy közönségünk van vidéken is, meg itt Pesten is. Remélem, hogy hol tartunk mindannyian, és azt is egyébként, hogyha bárhova máshol megyek, hogy hol tartunk a magyar színjátszásban, a magyar színházi életben, és hogy mondjuk, ha például külföldön vagyunk, hol tartunk a német nyelvű színjátszásban. És ott vagyunk, tehát hogy elő. Tehát, hogy aktuálisak a darabjaink, és aktuális a játékstílusunk, vagy a formátumok, amiket használunk. Az kérdés, vajon a nemzetiségi színházak helye hol van a magyar színjátszás egészét tekintve? Számunkra vidékről felutazni az nagy kihívás, hiszen egy itteni közönségnek kell gyakorlatilag megmutatnunk a saját közönségünkhöz képest, ide csábítani, elhitetni az emberekkel, hogy érdemes minket megnézni. Tehát mindenféleképpen egyfajta olyan évenként ismétlődő szakmai számadás, ahol megnézhetjük egymást, és megnézheti az adott közönség azért egy nagyon patinás helyen, az éppen 20 éve átadott Nemzeti Színházban Budapesten ezeket a produkciókat, és ez azért, valljuk be őszintén, rangot ad a színházaknak is, de rangot jelent az ide érkező közönségnek is. A magyarországi nemzetiségi színházi kultúra az egyetemes magyar színházi kultúra szerves része lenne. Azért tényleg itt bizonyos területekre szét kell osztani ezt az egészet. Ahogy már említettem, hogyha az adott nemzetiség nyelvén játszik egy színház, akkor értő közönségre van szükség. Nagyon ritkán jön be csak magyarul tudó néző, annak reményében, hogy feliratozva majd ugyanazt az élményt kapja, amit mondjuk egy német előadás kapcsán németül. A másik, amely megfogalmazódik bennünk, és van egyfajta küldetéstudatunk, főleg azoknál a színházaknál, ahol az anyanemzet az Magyarországgal szomszédos, hogy a rendszerváltás után kicsit elfelejtettünk egymás kultúrájával foglalkozni, egymás kultúráját megismerni. Van egy másik nagyon fontos küldetéstudat, amely azért általában majd minden színháznál, nemzetiségi színháznál jelen van, hogy az anyanyelvet megmutatni az általános iskolás vagy középiskolás korú fiataloknak. A Szekszárdi Német Színházat azért emeltem ki ebből a sorból, mert azért Magyarországon számos középiskolában idegen nyelvként is tanulják a németet. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a nemzetiséghez tartozó fiatalok, mondjuk mint a szlovákoknál, két gimnázium van összesen az országban, a Békés Csabai és a budapesti, ahol középiskolások anyanyelvi szlovák nyelven tanulhatnak. Itt jóval nagyobb a lehetőség, és ott van az a nagyon-nagyon fontos feladat, hogy ezeknek a középiskolásoknak megmutatni a német nyelv szépségeit, megmutatni professzionális színházként és színészek segítségével, hogy milyen szép is ez az egész.
A nemzetiségi társulatok közös álma egy olyan színház a fővárosban, mely befogadja ezeket az előadásokat, és egymást váltva rendszeresen teret ad számukra a megmutatkozásra, a találkozásra, küldetésük teljesítésére. Nicht nur der Hof, sondern auch die Innenräume des ehemaligen Schulgebäudes wurden unlängst dank des Deutschen Vereins für Kascha saniert. Die Immobilie ist im Besitz der örtlichen Selbstverwaltung und auch die deutsche Selbstverwaltung bekam hier Platz. Für die Sanierung des verkommenen Gebäudes erwarb der Verein durch den ungarischen Staat bei der Gabor Bethlen Fondsverwaltung 500.000 Forint. Auf der diesjährigen Frühjahrseröffnungsveranstaltung wurden die Entwicklungen des vorigen Jahres vorgestellt, sowie die diesjährigen Programme und die jetzt beginnenden neuen Möglichkeiten geschildert. Összesen 3 millió forintból újult meg a Német Klub Kiskassán. Az egykori iskolaépületben jelenleg könyvtár és teleház működik, valamint hétvégente kézműves szakköröket tartanak. A tavalyi évben nem csak az udvar, hanem a belső terek is megújultak. A klub március utolsó hétvégéjén nyitotta meg kapuit. Ez a Kiskassai Német Klub, ahol most vagyunk, és újra festhettük, és valamikor, aki először megfestette, őt Picasso-nak hívtuk, mert fantasztikusan szépen festett, de találtunk most egy fiatalembert, aki szintén ugyanilyen szépre visszafestette. A másik a felújításokba tartozott az ablakcsere is, mert még a nagyon-nagyon régi dupla ablakok voltak, csak a hideg és a bogarak jöttek be, és redőncserére is kaptunk támogatást, ezt mindegyiket a nemzetiségi vonalon kaphattuk meg, a nemzetiségi beruházási pályázatok terhére. De ugyanígy nemzetiségi pályázat révén nem csak beruházásra kaptunk, hanem kaptunk például kereszteknek a felújítására, sőt egy új keresztnek a megcsináltatására is, ez még előttünk áll. Kettőt a határban fogunk majd egyet felállítani és rendbehozni, kettőt a temetőben, és elindult egy új nemzetiségi pályázati vonal is, a híresebb, tehát a faluban elismertebb emberek sírjainak a felújítása. No, erre is sikerült támogatást kapni, de ez is még majd valamikor a nyár folyamán fog elkészülni. A pandémiás időszak után 2022-re színes, változatos programokkal készül a német önkormányzat. Ami már biztos, ami a legközelebbi programunk az a húsvét, ugye április 16-17. Az első napon szoktunk tojást festeni a gyerekekkel, ez egy ilyen közös program. A nagyobb gyerekeknek lesz a kultúrházban német társasjáték, arra is lesz most itt lehetőség, hogy ugye megismerjék, esetleg begyakorolják addigra. És 17-én a húsvét első napján pedig lesz a tojáskereső verseny. Az abból tevődik össze, hogy több helyen eldugjuk a tojásokat, és ilyen különböző korcsoportokba, ugye csapatokat alkotnak és megkeresik. És persze lesz ugye nyertes hirdetés, ajándékozás, ez egy nagyon szuper program, ez már közel 10 évre, ha nem több visszamenőleg is már csináltuk, és nagyon sikeres. Egyre több a gyerek. Most már nem csak a gyerekek élvezik, hanem a felnőttek is. Májusban bündentánc lesz Kiskassán, ez egy nagy, most lesz nálunk először, már most nagy az érdeklődés, utána lesz május 13-án vagy 3-án, még az időpontot nem fixáltuk még le, Zauber Musik látogat hozzánk, mondjuk ez óvodás és kis iskolásoknak lesz egy ilyen kis előadás, majd utána lesz ugye júliusban az Anna napi búcsú, ami nálunk ez egy fantasztikus fesztivál rendezvény, azt nem lehet kihagyni. A gyerekek délutánonként és a hétvégéken szívesen látogatják az intézményt, és az idősebb korosztály is talál magának megfelelő programokat. A cél, hogy a fiatal felnőtteket is bevonzzák a német klubba. A német klubban működik a teleház, ugye új számítógépeink vannak, tehát a gyerekeknek, felnőtteknek, akiknek szükségük van internet elérésre, vagy bármilyen segítségre itt megkaphatják. Emellett klubkönyvtárunk van, német és magyar nyelvű könyvekkel, különböző kiadványokkal, amelyekben a falvaink is szerepelnek. Akkor kézműves foglalkozásokat szoktunk tartani kicsiknek és nagyoknak is, tehát vannak varrógépeink, a kisebb gyerekeknek színezőket, meg stb. Ilyen kis papírjátékokat szoktunk csinálni. Aléna a fiatalokat vezeti be az Xbox rejtelmeibe. Mi tartozik az Xboxhoz, és hogy milyen játékokat lehet játszani, és hogyan kell kezelni a kontrollert és a játékokat együtt. Már nem tudom, hogy mikor kezdtem, már régen volt, de
Mindig meg tudok valami újat. Az idei évtől foltvarrással és egy új kétnyelvű társasjátékkal is várják az érdeklődőket Kiskassán. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!